megpróbálunk bejutni a Népszabadság épületébe, bár az egykori újságíróknak nem sikerült. Nekünk reméljük, szerencsénk lesz. Első akadály. Megállveres kopogás. Szervusz! Szia! Beszeretnék most az épületbe. Nem, kártyád van. Egy vendégkártyát szeretnék kérni. Vendégkártyát lehet kérni? Ön itt dolgozik? Nem, nem, egy újságíró vagyok, de nem ennél. Távozom. Ennyi volt? Ez rövid volt. Szóval, hogy engem nem engedtük be a vendégkártyát. Hát nem, de, hogy mondjam, én a nyitottabb médiacégekben hiszek, tehát hogy nehezen látom tarthatónak, hogy a recepcióra sem lehet egy médiacégnél bemenni, de nyilván ez egy ilyen új stratégia, vagy új koncepció jegyében zajlik már, amelyre nekünk koncentrálni kellene, mint azt egy közleményből megtudtam, úgyhogy gondolom ez már annak jegyében az egyik új intézkedés lehet. Tegnap arról állapodtunk meg a médiaverse vezetőségével, hogy ma folytatjuk haladéktalanul a tárgyalásokat, hiszen a Népszabadság ügye nem tűnt egy másodperc halasztás sem. Úgy volt, hogy ma két tárgyalás is lesz. Ez nem jött létre. Ennek az oka hivatalosan az, hogy betegség történt. A Népszabadság ügye viszont nem tűnt halasztást, ezért ma haladéktalanul megtettük az árajánlatunkat. Az árat mi 1 euróban határoztuk meg, ez, hogyha valóban igazak azok az információk, amelyek szerint gigaveszteséget termett a Népszabadság, akkor kimondottan baráti ár. Úgyhogy ennek az ajánlatnak, erre az ajánlatra várjuk most a visszajelzést. Bocsánat, hát bizonyos hétfői rugárcéknek mi a helyzete? Bocsánat, hát ugye benn van mindenünk, tehát vesztettük e-maileket, még nem tudok erre válaszolni, dolgozunk tényleg reggeltől. Nincs? Ja. Nincs belépés, úgyhogy akkor más módszerhoz kell majd folyamodnunk. Én mindenek előtt telefonálok egyet, jó? Úgyhogy én arrébb megyek. Jó, köszönöm szépen. Hátulról be lehet menni. Úgy látszik, itt sem tudunk bejutni, akkor ez egy vaklárma volt. Engedd ki! Nem engedett ki? Öcsi, gyere! Rádrugom az ajtót! Ne, gyere, gyere! Ne, gyere! Gyere, kicsi! Mondom, rádrugom! Kicsi, gyere, kicsi! Engedd ki a lányát, bemegy! Kicsi, gyere! Minden rendbe fog jönni. Minden rendbe. Ne lesz sajtó, jöjjön előre, mert csak ott engednek ki, ahol nincsen senki. Közben most megyek be. De hagyjad már magadat, nem. De nem kell, most mit hallod, rádrugom az ajtót. Kerper Gábor be fog engem engedni, az a mondás belülről. Oké, rendben. Azért kéne előre is jönni sajtósnak, hogy lássák, amikor beengedik az urat, vagy engem ki. Mert csak akkor engednek ki, ha nincs valaki az ajtónál. De mikor jönnek a rendőrök, azt mondják. Meghívták őket, és az a kerper valaki, akkor engedik a szemüveges urat, mikor jön a rendőr, érted? A szemüveges ura főszerkesztő. Négy napja, te voltál az első, aki bejutott a Népszabadság épületében, milyen hangulatban? Most tökéletes. Mindenki dolgozik, mindenki vidám. Holnaptól szervezett keretek között a dolgozók hozzájuthatnak majd a személyes cuccaikhoz, amelyekre feltétlenül szükségük van. Szakmailag azt kell mondanom, hogy nem sikerült előrelépést elérni.